azt a mindenit, egy újabb Granny 4-es legújabb játék, Mortary Madness, amelyben a Granny és a családja konkrétan fenntart, vagy vet, vagy nem tudom, egy egész kórházat, és engem akarnak megoperálni, vagy megölni? Na, azt nem. Üdvözlök mindenkit az én nevem, még mindig Owen McCarthy, és ez itt újra a Granny 4, Mortary Madness, egy indie Granny... Milyen félelmetes volt ez a zene? Egy fan-made game-ről van szó, srácok, tehát nem eredeti Granny, de ne ide több fan-made érkezik Granny-ből is, amik egész jól sikerülnek, úgyhogy mindenképpen meg akartam ezt is nézni, köszönöm szépen az ajánlást is, hogy elküldtétek. Ha egészen jó Granny játékról van szó, akár még azt sem zárom ki, hogy esetleg egy élőadást csinálhatnánk közösen belőle, írd meg a komment szekcióba, hogyha szeretnél ebből élőadást csinálni, nagyon szépen köszönöm. Menjünk rá arra a játék, és van egy olyan, hogy klasszik és szún, hát akkor klasszik, és itt vannak természetesen az alapbeállítások, ami minden Granny játékban elérhetőek. Zenét ki tudom kapcsolni, tudok sötétebb módot csinálni, miben csak a piros szemek, nagyon félelmetes piros szemek vannak. Effektek maradhatnak, vészing maradhat, szerintem legjobb minőség, és akkor legyen Granny meg Grandpa, normál fokozat, Slendrina is legyen. Slendrina anyukája? Hát az nem a Grannynek az anyukája? Itt valami félreért is történik, lehet? Én tudom rosszul, na mindegy, nézzük meg, hogy mi történik ebben a Granny 4 fan-made game-ben, amiben ténylegesen egy kórházban kell majd, korábban kell majd kijutnom konkrétan. Hát miért engem akarnak meg? Ne, hogy már engem akarjanak megoperálni, és életem van. Ott az életcsékom, itt vagyok. Tényleg egy kórházban vagyok, itt keltem fel. Ez tényleg egy kórház, nézd meg, ott az emberi test. Ide el lehet bújni szerintem. Ó, már meg is tettem a piros kulcsot. Nice, na ez nagyon jó. Úgyse itt megy valami. Granny 2 gameplay megy. Az én gameplayem legalább. Mi az a fegyver a kezébe a Granny 2? Ez nem is a Granny 2. Ez a Granny 4. Eternal Rain. Ó, de nézd, shotgun töltény. Akkor lesz shoti, és itt van egy, egy kék halál. Granny-ről egy kép. Le lehet verni? Nem lehet leverni. Jó, piros kulcs. Piros ajtó. Nice. Ide kellett a kulcs vajon? Nem tudom, mi ez a H betű? Oké, nem tudom. Ide meg egy kék kulcs kell. Jó, semmi baj. Jó, gyerekek, felkészülök a táköstére. Most elméletileg négyen vannak ellenem, szóval... És tényleg egy kórházban vagyok, nézd meg ott a tolószék, meg minden. De szépen ki van emelve itt. Oké, készüljek valamire, interakció... Oké, hát ezzel nem tudok semmit csinálni. Oké, le tudok googolni. Hallod, ugrani tudok egy Granny játékba! Tudok, hallod, tesó! Végre, hallod? Mennyország! Annyira akartam mindig urálni egy Granny-ját. Hallom a Granny-t. Hallom a Granny-nek a Slack and Slack mozdulatát, remélem a játékban is hallatszik. Vagy a videóban, milyen játékban. Oké, várjál. Szemvizsgálat, gyerekek, szemvizsgálat. E, E, P, T, O, Z, L, P, E, D, E, D, F, C, Z, P, F, E, L, O, P, E, D, D, E, F, P, O, L, T, E, C, L, K, P, O, B, C, T. Hú, hallod, nagyon király volt ez a szám. A másikkal nem nyomom el, mert remélem azzal sincsen gond. Egyelőre! Hozzanész! Itt már van valami műtét! Jó, semmi baj. Ezt a kulcsot még mindig fognom kell, ezt a piros kulcsot amúgy. Valaki itt van. Ott a Granny! Ott a Granny, ott a Granny, ott a Granny, ott a Granny, Grano, Grano. Úristen, milyen baseball ütője van! Szögek állnak ki a baseball ütőjéből! A Granny felturbózta, hallod, a weapont! Se! Granny, beszorultál? Jó, hát természetesen a medvecsapda az alap. Ott az exit! Ott az exit, ott a kijárat! Elmerjem dobni ezt a kulcsot? Hó, papa meg ott van Shotival, érted? Ott a vietnámi papa. Nem... Úristen, észrevettek! Ez nem jó! Ez nem jó! Ez nem jó! Ne! Be akartam bújni, mert ott biztos, hogy... Hát ez egy nagyon rossz mozdulat volt. Biztos voltam benne, hogy arra nem tudtam volna sem erre se szaladni, ezért úgy voltam valahogy megpróbálom, de sajnos gyorsabb volt. Itt kelek fel. Jó, szemvizsgálatnál. Jó, hát ezt erre, ezt nagyon durván elrontottam. Jó, mindegy. Oké? De várjál, az életemben fogyott valami egyáltalán? Safe kulcs. Jó, hol a safe? Életemben nem láttam még széfet, jó, emlék inkább erre zöld ajtó. Hello? Srác, ez nagyon hosszú folyosó. Itt amúgy simán kilő engem az öreg ember. Valaki jön. Valaki jön. Jó, a papa ott van. A papa ott van, de hallasz, simán kiszniperezik innen a folyosóból. Ó, tudom, hogy ide megjelent volna a feszítőves, és azt megtaláltam. Jó, széfet keresünk. Mi ez? Hospitál név, Dr. Notes. Ez egy üres papír. Oh my god! Jó, gatya! Az gatya! Az gatya!
Oké, lövöldöz. Mama, gyere! Oh my god, lőttél, mama! Oh, lelőtted a saját feleségedet? Nem szégyelled el magad? Lelőtte a saját feleségét. What? Ez van az öreg ember? Vagy nő? Mi? Meghalok! Lőd el ezt az öreg nőt is! Lőd el, papa! Segíts! Ettől nem halok! Ne! Elbújok! Úristen, ez megkarmolt! Oh my god! Papa! Ne! Úristen, ez a nő engem nagyon idegesít, hanem szétkarmolt, ahol telibe lőtte a mamát. Hátulról ért egy stánk! Hú, erre nem vagyok felkészülve, gyerekek, ez nagyon sok. És most gondolom elejtettem az itemet. Jó, meg kellene a feszítővasért megyek először szerintem. És mindig ebbe a szobába vagyok lerakva. Ez jó lett ez a Granny Game egyébként. De ez eléggé jó, még van életem? Vagy nem tudom, fogyik egyáltalán ez az élet? Red Key. Nyílik az ajtó. Ezek nyitják az ajtó. Van ott valaki? Ne lőjél! Vissz meg kéne szerezdem a sótét. Úristen, már alig van HP-m. Hogy tudom, feltöltöttem az életerőmet. Most húzzunk el innen. Közben Granny... Kiszna... Honnan? Úristen, most tökre úgy érzem magam, mint egy izé kódba, érted, hogy fogalmam sincs, hogy jól lőttek, és kiröhög. És kiröhög a papa, nem tudom, hogy halljátok-e a játékban, remélem nem túl halk. Ne, hát ezt nem hiszem el. Most töltöttem fel a HP-mat, akkor most még sincsen már full HP, vagy most full HP-n van, vagy most... Most mi van konkrétan? Hát nagyon rosszul szerepelek, srácok. Ja, ne, Granny. Itt van valaki? Ott a... ez kell nekem. Úristen! Ott bújt az ajtó mögött, érted? Ezt nem hiszem el! Minden játékban ugyanolyan a papa, itt is, érted? Fogja, és az ötödik nap, és ez valószínűleg az utolsó. Ott bújt, és nem vettem észre, srácok! Úristen, nagyon gyorsan gatya lesz! Na jó, meg kell próbálnom. Szerintem többször már életet nem tudok tölteni. Oké, papa ott megy. Fú, te! Oké, gyorsan! Le, hátba fog lőni! Hátba fog lőni! Hátba lő! Ne, belementem a csapdába! Ennyi volt, gatya. Még nem fordult meg. Oké. Okay. Aha. HP töltés. Nagyon jó. Full HP-n van. Nehogy kilőjön. Nagyon félek, hogy kilő. Ott a shoti történje, ezt nem tudom felvenni. Mi ez a szirincs? Mi fogok tudni lőni szurit? Szerintem jön. Hallod, ez a papa? Ez lett a first time ellenfelem minden Granny játékban. No! Please! Granny megint hátba lő majd a izét. Oké, gyere csak, Granny. Ú, papa, legyen, kérlek! Ne! Engem nem! Engem te soha! Na jól van, azért maradjunk, azért ne arra, hogy átfolyik az ajtón. Átfolyt az ajtón a papa, mi volt ez? Ennyi voltam, el is intéztek, kemény 8 perc alatt el lettem intézve, tesó. Na, én ezt nem hagyom ennyibe. És nézd meg, ott megműtenek. Konkrétan nézd meg! Én ezt nem hagyom ennyiben. Jaj, ne, csak a szikét ne, papa, légy szíves, kérlek, ne! Ennyi voltam. Akkor ezek szerint nem sikerült a műtét. Oké, itt vagyok Grannyvel és Slenderina anyukájával, ami én mindig nem értem, mert én úgy tudtam, hogy az a Granny anyukája, de tényleg írd le a komment szekcióba, hogyha én tudom rossz, és itt egy hulla igazából. Jó, ez a piros kutya, ez biztos, hogy ide kell. Én ezt szerintem ide le is dobom, de lehet, hogy valahova máshova is kell, úgyhogy hát akkor egyelőre itt hagyom ezen a érdekes folyosón, és most már tényleg kellene egy kicsit keresnem. Nem tudom, itemek ugyanott vannak-e. Ezt jó lenne megnézni, viszont most már Granny van egyedül ilyen old school verzióban, úgyhogy annyira nem félek. De mindenképpen, nem, nincs itt most a feszítővas. Nagyon jó, akkor odafigyeltek erre, hogy el lehet bújni. Akkor odafigyeltek erre is, hogy hát nem lehet mindenhol, mindig ugyanott megtalálni ezeket az itemeket. Itt van a kijárat. Oké, mama, örülök, hogy látsz engem. Na hát itt kell valahogy nekem, az lenne a kijárat. Hány kijárat van a játékban? Oké, okay. Jaj, mama, ne. Úristen, mi ez, 42, 58, 9? Mama, ez hova kell? Bocsánat, csak ismerkedek a pályával, mami. Honnan van nektek egyébként? Nem azért a két fejét abban, hogy megkérdezem, tényleg nem akarok semmilyen problémát ebből adódóan, de... Hé! Honnan volt nektek amúgy kórházra pénzetek? Nekem kezdtek nagyon gyanúsak lenni, nektek van tankotok, nektek van vonatotok, nektek van mindenetek, hallod? De ilyenkor körbe jön, érted? Oh my god, nézd meg, itt jön! Tudja! Még ráadásul okos is. Itt egy lift, ami a harmadik emeleten megakadt. Szóval három emeletes. Menjünk a köbbire. Itt lesz a Slenderina mamája. Jó, nincs itt. Egyelőre. Help. Ez a zene amúgy nagyon, nagyon kemény. Micsoda nagy vértócsák vannak itt. Jó, elbújok. Hát, ha ide jön.
Nem, szerintem leráztam. Remélem, hogy leráztam. Ne már! Itt van a Dracula benne a kádba! Jó vagy, tesó? Mekkora WC? Életemben nem láttam ekkora WC-t. Jó, Draculát megtaláltam. Mit keresett a kádba? Kinyírták a Draculát? Ezek állatok. Jó, menjünk tovább. Jó, hallottam, hogy lerakja a medve csapdát, de nem foglalkozok vele. Oh my god! Jön a zombi! Jön a zombi néni! Hát Satim, az most nem hiszem, hogy lesz egyébként. Ó, ide kellett volna a kulcs. Ezeket nem lehet kinyitni. Oh my god! Hello, szia! Veled amúgy nem nagyon... Úristen, hogy jön? Nem nagyon találkoztam veled eddig, de oké, örülök. Eddig csak ledobáltalak egyébként a Granny 3-ban a tetőről, meg ilyen dolgok történtek. Oké, húzunk el innen. Gyerek! Az a jó, hogy ez nem tud megölni, ez csak sebez meg lassít. Alright. De eléggé problémás az is. Ó, oh, mindenhol ez a feszítő vas kell, dude. Minden... Úristen, mekkora ez a hely. Viccen kívül. És itt vannak a Shorty történjek, de Shortyt azt nem hiszem, hogy fogok most találni, mert a papa ki van írva a történetből. Megyek erre. Találtam egy... Nem tudom, egy szellőző nyílás. Nem tudom, hogy hova fogok jutni benne, de... Ajaj, lemegyek egy szint ellentebb, az nem jó. Sérültem? Nem, de Whisperton láb az itt is van. Nice. Nem sérültem. Ide jöttem le! Ah! Hát ezt nem kellett volna. Na ebben a szobában van-e valami? Itt szoktam megvizsgálni a szememet, nincs. Ide kell egy kék kulcs, az addig oké. És ezzel mi a helyzet? Megtaláltam akkor, de jó, erről van szó, feszítővas, akkor most egy csomó mindent meg tudok nézni, ugye? Eddig azt vettem észre, hogy a feszítővassal van a legtöbb dolog ebben a játékban, például ott van az az ajtó velem szemben, és nézd meg itt a gyűzei csapda is. Nem tudom, hogy a lift az most az használható-e, vagy az csak egy ilyen kis kellék. Ezt nem lehet kinyitni? Pedig ez sokkal jobban néz ki, mint a többi. Jó, ezt kinyitom, lemegyünk ide, mondom, lemegyünk ide, ne szórakozz velem. Na ne szórakozzál velem, légy szíves. Na azért, ha már megijedtem, hallott, hogy úgy bogolt be, hogy nem fog tudni átmenni. Aha, ezt arra kell rakni. Nice, arrébb raktuk. Úristen, itt nagyon sötét van. Mi ez? Franken... Ez az! Úristen, hallom valahol Grannynek a... Hallom valahol Grannynek a fiát. És mit keresi? Ne, itt is vonat lesz. Na ne szórakozzál, hogy vonat is lesz. Vajon van benne töltény? Mert a Granny ide lejön nekem azonnal le kell. Itt csak ez volt tulajdonképpen? Van benne töltény? Nem tudom, lelövöm. Volt benne? Ki is ütöttem másfél percre. Oh my god! Téged is! Nincs töltényem, oh my god! Úristen! Ne! Nem gondoltam volna, hogy Slenderman mamájától fogok egyszer elszaladni amúgy. Oké, akkor tulajdonképpen ez ilyen stunner. Tulajdonképpen ez a fegyver. Oké, de mintha valahol lettek volna töltények, nem vagyok bele biztos, hogy itt. Hát nem itt, nagyon nem itt. Úristen, most kapni fogok egy takösnét, kikerülöm. Oh, ne, slőc, ennyit kaptam, érted? Húzzunk innen. Itt van, lelövöm azt is, azt is lehet lőni, betöltve. Gyere, tessék. És igen, rá is működik, de nem tudom visszavenni a töltényeket. Oké, hát az baj. Hát az nagy baj. De legalább a papát ezzel el lehetett volna intézni, és akkor már meg lenne a Shorty, és Shortyval szétlőttem volna őket. Viszont ide lent hallom a mamának, és kaptam egyébként sebzőt, de vissza tudom tölteni a HP-mat. Ez jó. Hát, mivel a Shortyt azt most nem fogom megszerezni, tovább megyek a crowbarra, és akkor körbenézek, hány szintes ez a hely amúgy. Nincs is több. Ennyi. Két szintes? Oké. De Dracula miért van itt a kádban? Itt a hatalmas WC-nél. Jó, nem foglalkozunk ezzel, srácok. Nagyon nagy ez a kórház. Legalábbis szerintem egyelőre még biztos, hogy nem találtam meg mindent. Hogy a szép kulcsot azt előzőleg megtaláltam, de hát sajnos nem tudtam felhasználni, mert az gatya volt. Itt a lift az nem működik, de itt valahol volt egy... Aha, itt. Look at this. Mi ez? Wire cutter. Aha, valamit el kell vágni. Nem emlékszem, hogy találtam volna valamit, amit el kell vágni, de biztos van. Oké, és oda kell a kód. Basszus, ide kell a kód. És nem tudom fejből a kódot. Mibe mentem bele? Nem tudom, de itt van menedzser szoba. Elfelejtettem a kódot. És tulajdonképpen akkor ennyi. Jó, akkor ez egy shortcut. Hát de csak van nagyobb pálya. A kódot teljesen elfelejtettem megjegyezni, de nem tudom, hogy hol van a kód, tudom, hogy mire jó a... Szóval egyelőre nem bonyolult maga a pálya, úgyhogy szerintem egy élőadásban mindenféleképpen... Tehát egy élőadásban mindenféleképpen még tudjuk ezt majd csinálni. Írd le a komment szekcióban, hogy még nap lenne neked jó mindenképpen, hogy mikor, szerinted mikor lenne ideális, vagy mikor lenne a legjobb élőadást tartanom a csatornán. Természetesen nyilván a hétvége, azt gondolom sokatoknak sokkal jobb lenne ugye a suli miatt, de hogyha nem is a hétvége, hanem még napon, illetve még időben jó nektek. Mikor tudnátok nézni az élőadást aktívan? Mama!
Amúgy nagyon tetszik az új baseball ütőd, mama. Ne! Hát ez nem kellett volna sok, szóval itt van a kód, azt mondja 42589. 42589, de az a baj, mama most engem el fog kapni? Nem. Jó van, mama, hát ez ilyen old school 1v1, tudod, ilyen régi Granny stílusban. 42589 a kód. Remélem eljutok odáig. A mama az felé lett, vagy a másik mama? Ott megy, ott van, oké. 42589? Hallod? Hal memóriám van. Ezt komolyan mondom. 42589, ugye? Elfelejtettem, srácok, ne haragudjatok, én már öregszem. Na nézzük meg azért. 42589? Mi? Hát azért annyira nem vagy... És megöltek egy... Nem mondod, hogy megöltek egy orvost. Lehet, hogy ez az orvos akarta őket amúgy kezelni? Remote control? Az jó. Csak közben a mama... Úristen, rossz szemmel jön. És nincs nálam a cucc. De itt van valahol a kód. Safe. Oké, mama, nézd meg, mit csináltál? Mit csináltatok? Na várjatok, csak gyussak el egy rendőrséghez, majd most ezt megtudjátok. A szép az meg itt van, ugye? Nem, másik szobában. Én ezt nem szeretem ám egyébként, amikor így... De tessék hozzám érni, ne tessék hozzám érni. Hát ez meg olyan gyorsan jön. Gyere, mi ez? Blue key! Ajaj, az nem jó. Mama. Ne, közreszállnak! És közreszálltak, érted? Az öreg asszonyok így közreszálltak. Egy öreg asszony, még egy, és így Pétert is. Soha. Ennyi voltam tulajdonképpen, érted? Én voltam a hús az öreg asszonyok között. Mi a franc történik ebben a Grannyben? Na jó, most srácok, nem akarom lelőni a point. Nem akarom végigvinni a játékot, mert szerintem élőadásban ez sokkal viccesebb és királyabb lenne. Úgyhogy írjátok meg tényleg a komment szekcióban, hogy azt hittem ide jön be, hogy még napon tudnánk akkor közösen csinálni egy élőadást erről az új Grannyről, és nekem nagyon tetszenek ezek a fan-made Grannyk, nem tudom neked mi a véleményed, úgyhogy találkozunk a következő élőadásban, amiben ki fogok játszani a Granny 4 Eternal Madness, hogy nem is tudom már mi a neve. Na mindegy, ezt a játékot írd le a komment szekcióban, ha tetszett neked, és találkozunk nem sokára, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!